Köszönöm szépen a szervezőknek, hogy ezt létrehozták, mert ez egy komoly szervezési munka, hogy 10 napon keresztül, éjjel-nappal ittalmatos újraélesztést végeznek azok, akik jelentkeztek erre a csúcskísérletre. Indult június 12-én ismét várjuk majd azokat, akik szeretnék a végét is látni, és hát valóban, akárki erre jár, láthatja majd a megállás nélkül, valóban sok-sok szombathelyi család, civil szervezet, intézmény, munkahely, baráti társaság jön, és próbálja meg ezt a maratont valóban sikeresen véghez vinni. Mi agórások például ma 11-től éjfélig fogunk itt újraéleszteni, és tesszük még ezt néhányszor, és azt gondolom, hogy nálunk sem volt különösebb probléma abból, hogy jelentkezni kellett, vagy lehetett, szinte elsőszorra a munkai kollektíva sok-sok tagja éleszteni, szívesen jönnek. Nagyon sokan kedves emlékeink, jöjjenek ki drukkolni, jöjjenek ki egy kis erőt, ami különösen a hajnali 2-3 óra körül újraélesztetnek, mert hogy akkor is zajlik, meg 4-kor, meg 5-kor, biztos egy kis reggeli, meg kávé is jól esik majd az itt kompressziót végzőknek éppen, mert hogy még egyszer a főtér most aztán 240 órán keresztül valóban soha egyetlen pillanatra sem ülő ki, és ha szeretnék ellenőrizni, akkor megtehetik az újraélesztési maraton YouTube csatornán. Hat, öt, négy, három, kettő,